Kiállítás megnyitóval egybekötött jótékonysági előadást tartottak a HSMK-ban. Az esten a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ Segíts, hogy segíthessünk alapítványának javára gyűjtöttek. Szinte mindenkinek, akinek szüksége van segítsége, az alapítvány kuratóriuma, az alapítvány létrehozója, az alapítvány létrehozói és működtetői segíteni akarnak. Nagyon széles az a spektrum, aki ebbe a körbe tartozik. És miután személyes tapasztalatom is van erről a munkájukról, hisz néhány évig ennek az alapítványnak én is voltam kuratórium elnöke, látom azt a munkát, azt az odaadást, amit az alapítvány segítségével, a Családsegítő Központ munkatársai, az alapítványban résztvevők és közreműködők végeznek. Úgyhogy és itt az ismétlés, hogy sokatszor kell megköszönni és megköszönnöm az ő munkájukat, hisz sok embernek segítettek, sok családnak segítettek, sok gyermeknek és sok idősebb embernek segítettek akkor, amikor szerény körülmények között és szerény anyagi lehetőségek birtokában próbáltak kitalálni olyan programokat, amely a segítséget igénylők számára egy nagyon komoly élményt, esetleg egy nagyon felettetve napot adok. Ezt a munkát meg kell köszönni. És meg kell köszönni ezt az estét is, hisz lehet, hogy ez az első igazán komoly, nagy-nagy produkciót is előállító és produkáló este, amikor a színpadon majd sokat fognak fellépni annak érdekében, hogy azok, akik jelen vannak, és mások, akik hallanak erről a mai estéről, segítő szándékuk bizonyosságául, anyagi hozzáállással segítség az alapítvány munkáját. Ez pedig az alapítvány mostani kuratóriumának és elnökének, Szakos Lillának kell megköszönni, hisz aki szervezett már hasonló estet, igazán ő tudja, hogy mennyi munkával jár az, hogy ma itt lehetünk és segíthetünk ennek az estnek a révén. Én ezt a munkát is szeretném megköszönni. Aztán egy nagyobb nyilvánosság előtt szeretném megköszönni, amit már megtettem a kiállítás alkalmával, Cserfű Bernadettnek, aki egy kiállítást rendezett, vagy akinek a képeiből, festményeiből egy kiállítást rendeztek, hogy nem csak a kiállítást hozta ide, hogy csodálkozhassunk és csodálhassuk a szép képeit, hanem felajánlást is tett. Példát mutatva arról, hogy hogyan lehet önzetlenül egy jó cél érdekében segíteni. És köszönöm önöknek, akik itt vannak a nézőtéren, és mindazoknak, akik most nincsenek itt, de majd hozzárulnak az alapítvány munkájához az áldozatukat, a segítségüket, hisz akkor, amikor köszönöm a szervezést, köszönöm a kiállítást, köszönöm a produkcióba résztvevő fellépőknek a fellépést, akkor egyben köszönni kell a példamutatást is azoknak, akik megnyitják a zsebüket. Példamutatást nem csak elnemes cél beteljesítése érdekében, hanem minden más olyan segítség, minden más olyan cél elérése érdekében, ami mások megsegítésére, embertársainknak segítésére szolgál.